Jól kezdte a mérkőzést a középszakaszban még nyeretlen hazai együttes, az 5. percben 13-2-re vezetett a házigazda. Az első negyed végére ugyan 3 pontot csökkent a két csapat közötti különbség, a második 10 perc pedig 23-23-as döntetlennel zárult, érezni lehetett, hogy a nyíregyháziak kontrollálják a találkozót. A nagy szünet után 10 pont fölé kúszott a kékcápák előnye, és bár a fővárosiak próbáltak zárkózni, a Savics, Krisztanovics és Angru által vezérelt Marsó Nyíregyháza minden támadást visszavert, és a harmadik, illetve a negyedik negyedet egyaránt 5 ponttal nyerve megszerezte első győzelmét a középszakaszban Sitko Ernő együttese. Úgy gondolom, hogy végiguraltuk a mérkőzést. Az első félidőben nagyobb különbséggel vezethetünk volna, hogyha az indításokból nem eladott labdák következnek, és befejezzük ezeket az egyszerű létszámfölényes helyzeteket, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem bánom, hogy így alakult, mert általában akkor szokott megtörni nekünk a lendületünk, amikor a biztos vezetés tudatában hátradőlünk, és nem koncentrálunk annyira, úgyhogy teljesen elégedett voltam azzal, hogy az első fél időben közel egyenlőben tartottuk a mérkőzést, de mindig mi vezettünk, a második fél időben pedig azt hiszem, annak ellenére, hogy a MAFC egy kicsit változtatott a védekezésen, és sokkal erősebben próbáltak minket letámadni, annak ellenére is megőriztük a hidegvérünket, és végre olyan kontrolláltan és olyan szervezetten tudtunk játszani az erősebb védekezés ellen is, ahogyan azt szeretnénk. A 21 pontig jutó Tét Amru szerint a bajnoki hajrához érve folyamatosan javul a csapat formája. Motiváltak vagyunk, tudunk csapatként is küzdeni, és az, hogy egy viszonylag jó csapatot, mint a MAFC meg tudunk verni, illetve egy kiki meccset tudunk játszani Ázberénbe, az igazából lökést tud adni nekünk, és minden megvan ahhoz, hogy sikeresen fejezzük be a szezont. Az alsóházi tabella élén a már biztos bennmaradó Szeged áll. A második MAFC és a harmadik Jászberény közül kerül ki a negyedik Marsó Nyíregyháza osztályozós ellenfele. A kék cápák pénteken Szegeden lépnek majd pályára.